Kajakóma, nem tudom mennyire ismerős ez a kifejezés. Szerintem mindenki átélt már ilyet, én is fiatalabb koromban, amikor még irodában dolgoztam, hogy ebéd után visszamentem a munkahelyemre, visszamentem az irodába, és majd elültem az asztal mögött, az íróasztal mögött, és nem tudtam, mi lehet ennek az oka. Nos, a képlet teljesen egyszerű. Étkezéskor főként, hogyha nagyon-nagyon sok egyszerű szénhidrátot fogyasztunk, akkor a vércukorszintünk nagyon-nagyon megemelkedik. A szervezetünk erre válaszreakcióként inzulint fog termelni, ahhoz, hogy kitisztítsa a szervezetet, és az általában annyira jól sikerül, hogy a vércukorszintünk nem csak visszáll a normális értékre, hanem még alá is süllyed. Így jön az álmosság, a fáradtság, és nem utolsó sorban, és ez aztán pláne rossz nekünk, az újabb éhségroham. Úgyhogy csak okosan az étkezéssel, hogyha szénhidrát, akkor összetett szénhidrát, de próbáljunk minél több zöldséget, húst fogyasztani, esetleg 10 óra éjjel a uzsonnára magokat, jó, és hogyha ezekre figyelünk, és nem eszünk annyit szénhidrátot, akkor elkerülhetjük a kajakómát. Csak ennyit.